Sziasztok, most itt egy pszichológiai tesztet fogok csinálni. Ez egy kivételes eset. És azt hiszem, kezdjük ezzel a kérdésből. Igen. Igen. Nem, egyáltalán nincs lekismert furdalásom. Ez egy elég nehéz kérdés. Mert egyébben nem tudtam. Tehát a téleti tökés is abban, hogy csejátékon legyen? Nem. Isten érted azt, hogy minél előbb vissza kell menni, és visszanyerni tőle, amit elszettél? Igen. Nyerésed követően éreztél erős kiszűzésről, hogy minél előbb visszatér? Igen. Akkor elfordul el az, hogy eljátszod az utolsó fél évet is? Nem. Nem pénzért sem. Nem kell köszönni senkitől. Nem. Kiadásokról azt sem szerettél van félteni a játék. Várjunk csak. Vidék annál, amint a vidíté. Igen. Igen. Nem. Törvénysíté. Hát... Galkodást se tenném bele. Rendben, most előfordult, de... Szerintem sok a feszültség alkészítését jelent. Igen. Igen. Ez nem csak a nehéz kérdés. Nem tudom, mert inkább tippelek. Igen, fenkése helyi illetékes addiktív gondozót. Hát én nem ismerek olyat. Jó. Hát most ilyen ez. Ez csak idegesség. Összítéken nagyon. Nem. Közepesen. Nem.
Sì. Kissé. Ez is, hogy nem kés ki pihenni magát. Eléggé. Összerezzen megrél. Eléggé. Nagyon. Közepesen. Egyáltalán nem. Nagyon. Eléggé. Melyik az eléggére? Nagyon. Nagyon gyakran nagyon. Közepesen. Tudom fél, illetve két tenni utazni. Egyáltalán nem. És végig is, hogy ezek szorongást okoznak. Na kissé. Hát azt csak kissé. Nem. Nagyon. Borulától jövőre vonatkozóan. Nagyon. Kissé. Hát korábban sírtam már, de ez most már felkorol nem igazán érvényes. Ideglődés ezt is a szokásos dolgok a személyek iránt. Eléggé. Nagyon. Mindig ilyen vagy meglassultság érzése. Nagyon. Utána csökkentés. Kissé. Fájdalmak vagy összeokozta aggodalmaskodás. Nagyon. Csökkentés. Egyáltalán nem. Önválaszkodások, bűnösség érzések. Közepesen. Nagyon szorongok elkezdett, és itt ilyen tém is megnyilván. Emiatt azt mondjuk, hogy milyen szakember ez. Olyan készsége átrendelkezések. Hát ezt nem tudom ki az. Mi az az asszertivitás? Igen, nézem, mint téged is. Gyakran támaszkodom a megérzésén. Ha hibázom, elgondolkodom rajta. Tudom, mi díjtve és mi okoz önnege. Rendszeresen vízik olyan tevékenységet, amit feltölt. Megérdett vagyok a vegyenségemmel. Egyáltalán nem. Ha beteg vagyok, nem dolgozom, hanem inkább lepihenek. Nem. Tisztában vagyok a testem működésével. Nem. Nem vagyok elégedett.
Nem. Nem. Nem tudom. Nem. Nem. Hát jó van, legyen ennyi. Nem figyel meg. Nem tudom. Nem tudok. Zsokott nehézsét. Nem igazán. Hát jó, így jó az. Nem tudom, egyáltalán nem tudom. Félve az, hogy segíthet szót érteni vele, próbálj meg bele, egy másik helyzetében az ő fejébe gondolkod. Jó, ha fel tudja mérni, mikor érdemes kapcsolatot kezdeni, mert sok múlik a gyakorláson, ne adja fel. Miért is egy gondolt a kornakönyvben? Ezek mitől, hogyan változnak, adja meg egy időt a feltérésre, a megtehelyezéket után. Lehet, hogyan tudja hatékonyan megfogalmazni másnak a visszaesését. Tud-e biztatni, vagy bátorosul nélkül kizárni másokat? Nem csak így gyakorol. Hát is tégy ez is egy idén sokkal megfigyelni, elfogadni a kérdőnek, bla bla bla, bla bla bla. És mindenképpen rosszok, hasznos, jelentői szolgálnak valamalkozó, milyen helyzetek okozom, ne is, hogy milyen kell volna figyelni. Nem.
nem tudom, hogy tudom, hogy most teljesen tudok-e időt szakítani. Nem, most nem igazán. Igen. Nem vagyok szerencsés. Igen. Nem. Igen. Hát, amit igazán akarok, az YouTube-ba kapcsolatos. Most de ezt itt inkább megyek ide. Nem. Nem. Igen. Nem. És így. Erős reménytelenség. Igen, sajnos ez a helyzet. Igen, az erős reménytelenség. Mit nézünk még át? Nem vagyok alkoholfüggő. Néha jelző. Néha. Mindig. Gyakran. 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 Mindig. Ritkán. Gyakran.
mindig. Gyakran. Igen, nagyon stresszes. Ki lenne az a szakember? Mit fog ez egyetem megoldani? Hát jó, most, hogy nem vagyok igaz állatokkal függő, szerintem könnyebben, de el tudom csinálni. Soha. 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 Azt nem képzem el. Így bizony. Mindig ezt sohával válaszolta. El tudjátok képzelni ezt. Hát... Talán már meglátjuk legközelebb, hogy van, legyen-e akkor is még egy pszichológia teszt, és fejezem be a többit. Jó van, ennyit mutatok le mára. Szevasztok!